Zsolti fiú, azért feküdt leveled, mert én ezzel megbíztam. Ott kezdődik, hogy Klaudia szemére vetette Miklós, hogy megbízta Zsoltot a Berényi özvegy portalanítására. Zsolt, hogy jó színben tűnjön fel, valamilyen oknál fogva újból meggyőzi Klaudiát, hogy szerelmes. Úgy döntöttem, elhiszem, hogy az irántam érzett vonzalmat őszinte. Még nem találkoztam hozzád hasonló nagyvonalú nővel. Elmegy vele és a nő barátaival színházba és étterembe. Na most Zsolt se előkelő étteremben, sem színházban nem járt soha életében. Felbűnözte magát faluról, és a legfelső kulturális határ a striptease bárig terjedt. Mónikával közelebb szeretne kerülni, ezért segítséget kér a színházi öltözékről, asztali etiketről, és még könyvet is kapott a színházi darabok olvasgatására. Nos, kedves Zsolt, mivel foglalkozik? Egy bisztrót vezetek. Zsolt épp most készül váltani. Saját éttermet fog nyitni. És milyen étterem lesz? Hát, még nem állt össze a terv, lehetne kínai is. Az arisztokrata Jakab nevezetesen egy neves doktor. Zsolt bajba kerülhet, ha ilyen közegbe szeretne elvegyülni. Mikor is voltunk a Szkálában? Tavaly előtt, a nagy olasz körúton. Tudod, Jakabék imádnak utazni. Aha, én is. Voltam Spanyolban. Annak üzem, aki Nyíregyháza, meg ilyeneket ír, spanyol zászlók, látod? Voltam Spanyolban, ahol ez az opera is játszódik. Drágám, az a Carmen. Persze, az egy másik. Érdekes fiatal ember. Nem dohányzik? Persze, hogy nem. Minőségi szivar tudok szerezni. Nagyon olcsón. Mindig van egy kis minta a kocsimban. Biztos érdekfeszítő látvány, de inkább eltekintenék tőle. Pedig megnézheti az italkollekciót is, prima orosz vodkában fillérekért. Nagyon büszke vagyok rá. Később kocsmába mennek, ahol Zsolt nem akarja összekoszolni a szék párnáját. Te mire vársz? Fene ismeri ki magát az ilyen nagy menők között. Ide mellém. Hol találtatok parkolót? Átmentem Rokkantba. Van egy vinyettám. Ilyenkor kiteszem. Nagyon büszke vagyok rá. Önnek mi a véleménye, uram? Hát... tehén ügyben egyetértünk. Milyen volt a rák? Langusta? Hát, angusta. Köszönöm, hogy megérted. Zsoltot annyira egysejtűnek tartják, hogy külön meg kell köszönni, hogy megértette ezt a magas viccet. Angusta. Köszönöm, hogy megérted. Csak magára kell nézni. Most van a legszexisebb korban. Úgy szaladnék maga után, mint egy pincsi kutya. Mit rocsog itt össze-vissza? Nem kell ez a púder szöveg. Nem mondom, a maga Jakabja a korához képest elég jó karban van, de nem hiszem, hogy az ágyban valami nagy durranás lenne. Ne haragudj, szeretnénk hazamenni. Bunkó vagy, Zsoltikám. Reménytelenül. Szóval, wow. Hát ez volt a terv, hogy így szakítson Klaudiával. Mekkora csavar. Tehát összefoglalva, Klaudia előtt jó színben akart feltűnni, amit egy másik seggfej mozdulattal semlegesít. Annyit kellett csinálnia, hogy önmagát adja egész idő alatt. Ez a mozdulat csak egy apró töredéke annak a legagyatekertebb történetszálnak, ami ezután jön. A következő rész két dolgot bizonyíthat. Az egyik, hogy Zsolti a legnagyobb zseni a világon, vagy hogy a történet írója ennek az ellentéte. Pihenjünk egy kicsit, és legyen szó a Berényi Kft-ről, elvégre ez az alappillére az egész sorozatnak. Sajnos a cégalapító Zoltánt nem ismerhettük meg, de mi oka lehetett arra, hogy a nehezen felépített céget egy kupac hülyére hagyja? Ki csinál ilyet? Ha azt akarod, hogy a céget tovább éljen, nem hagyod a csöves Lacira meg a szobanövény Gabira. Van vagy 6-7 résztulajdonos, és valószínű azért, mert Zoltán utálta mindet, és azt akart, hogy kikaparják egymás szemét. Kikaparom a szedet! Ez az a cég, ahol az irodában mindenről megy a téma, csak a tényleges melóról nem. Bemutatom az átlagos munkanapot. Fel a fejjel, Andriskám! Krista beszélt Zsuzsával, és megmondta neki, hogy nem feküdjetek le egymással. Micsoda? Hát tudod, nagyon szépen megkértem rá. És egyből hajlandó volt. Mit adtál be neki? Hát ott berendezzük a házat az alaprajzon, aztán három dimenzióban bejárhatjuk az egészet. Te énekkel játszol? Nem, András használja a programot, én csak megnéztem. Szeretem, amikor csíp a levegő. Időm van, bár ne lenne annyi. Na, mondjad, mi volt? Ilyenek persze vannak, hogy küld marad a faxot. Ja, a megrendelést? Igen, mennem kell tárgyalni.
de hogy mélyebben mennének bele például az építőipar változatos problémáiba, egyáltalán megmutatni, hogy működhet igazából egy ilyen vállalkozás, az senkinek nem jutott eszébe. Ez a legnagyobb szégyen. Egyszer nem kelsz fel úgy a székből, hogy megnéztél egy részt, és azt mondod, ma tanultam valami újat. Persze mindegy. Szépen berendezett iroda, ahova a kutya nem jár. Berényéknek se ügyfeleik, se partnereik, mégis állandó titkárnőre szorulnak. Két melóról tudunk eddig. Az egyiket Claudia találta, amit már egy éve simogatnak, a másik az a Mátyás téri ingatlanuk újbóli vakolása, mert Miklós spórolt a költségeken. Szerelemből vállaltod be! Szóval, ja. A Kft. Többi részén Nóra a cég ügyvédje, Ákos a gyújtogató, Zsuzsa a csaló tolvaj, András a magtalan és az antifeminista Miklós osztozik. Na mi van, feminista különítmény? Engem egy nő ne analizáljon, nem arra való. Na, hanem mire? Mindegy. Az Isten itt neki! Csak egy nő lehet olyan hebrencs, hogy minden ott hagyja a mobiltelefonját. Lehet, hogy csak biológiai probléma az egész. Mert mint tudjuk, azokon a nehéz napokon a nők sok minden marhaságra képesek. Te szépen elaltatod a feminista éberségét, én pedig lecsapok, érted? Nézzétek amúgy meg az építőipari vállalkozás portáját. Évekig nem takarították el maguk után a raklapokat, de a fényképész sem érdekelte. Ha az lett volna a felállás, az se várta volna meg, amíg elmegy a hajléktalan, aki törli a seggét a kapuajban. Ez egy szappanopera, és folyton kell valami konfliktus, ami könnyen megírható, tudván, hogy Zoltánnak voltak mellékes, fekete bizniszei is, innen ismerhetjük a Zsolt karaktert. A Berényi Kft.-nek lehetnének politikai ellenségei, vagy a konkurencia ellenszenve, de még akár Zoltán egyik kilakoltatottja és bosszúhadjáraton lehetne, de nem. Ehelyett a karakterek egymással basznak ki, hogy történjen valami. Az egyedüli külső fenyegetés a Mátyás téri buborékra a börtönviselt Rita, aki a legpszichopatább személy, mielőtt kijött volna a börtönből megölni Mikit, megváltoztatta a nevét. Miért? Hogy ne tűnjön fel Claudiának, aki kikérte az épp szabadon kóricáló raboknak a nevét. Nem érdekli saját élete, csak egy cél vezérli, hogy Miki dögöljön meg. Olyan beteg, hogy hiába lehetőség, sosem öli meg, csak szórakozik vele. Ja, meg felrobbantott egy neki teljesen ismeretlen szemét, hogy utána 10 plusz év börtönben rohadjon. Persze fenyegeti Miklóst, aki erre kedvesen visszautasítja azzal, hogy inkább brutálisan meggyilkolja az anyját, ha nem fejezi abba. Erre megnéztem, és ha a Wikipédia nem hazudik, többet Ritát nem látjuk a sorozatban. Vajon akad a Berényi Kft.-nek valaha értelmes ellenfele? Vajon beteszi valaha a lábát egy ügyfél, esetleg egy partner az irodába? Vajon az irodában csíp a levegő? Na, mondjad mi volt. Engedjetek meg egy személyes megjegyzést. Nemrég majdnem meghaltam. Nyertem. I like this game. Oh. Angolozás lesz, és másodjára álltam neki megszerkeszteni ezt a videót, mert egyszer csak megértettem, mit hadovál Ákos. Ez esetben ugyanis nem Magdi áll a nyelvgyalázás mögött. Ákosról én mindvégig azt hittem, hogy ő rendelkezik a legjobb angol tudással. I like this game. Mivel igazából értelmet nyert számomra, mit akar közölni, még így is hibás nyelvtanilag, úgyhogy gondoltam csak azért is szétszivatom. Szóval, ja... Ott kezdődik, hogy Misinek díjat adnak át, amiért szűz maradt a valaga Erdős Attila mellett. A díjat egy amerikai hölgy adja át, aki történetesen a Kriszti nevet viseli. Ákos a külföldi láttán egyből szerelmes lesz, és Eszter jelenléte ellenére úgy dönt, megszólítja. Not very nice. Living you on your own. You speak English. Not very nice. Not very nice. Véleményem szerint azzal kezdi, hogy not very nice minden esetben egy negatív jelző, és így kezdeni a beszélgetést not nice. Living you on your own. Living you on your own. Ez living you on your own lehet, túl soknak tűnik a you, ezért kiveszünk belőle egyet, szóval így azt jelenti, hogy egyedül élsz, ami az Ákosnak semmi köze, pláne azután, hogy lerondázta. You speak English. I little. Ákos. Senki sem kíváncsi a méreteidre. Az vagy a little, vagy a little. Csináltam egy fordítást azoknak, akik még mindig nem értik. Hé, toprongy, van kanod? Ó, beszélsz angolul? Kis faszom van. Hogy hívnak? Ákos, maga Kriszti.
Szólíthatom így? Igen. Szóval, Kriszti, van valami programod ma délutánra? Aztán megint életszerű az, hogy az amerikai tud magyarul, így többet nem is kell használni az angolt. Lehet könnyebb volt őt betanítani magyarra, mint Ákost angolra. Mit keresesz? Én hívtam ide. Errefelé így szokás. Kriszti rögtön észrevette, hogy Eszter után ő a második punci a buliban. Ez a legjobb dolog Magyarországon, dupla öröm. Barát, hogy írd meg Shadownek. Miért mondod ezt? Egyedül nem vagyok elég érdekes. Nem, Ákos, flörtör. Jobban tudsz magyarul, mint amennyire bevallod. Azt reméltem, nem ismered azt a szót, hogy flörtölni. Ákos, kérlek. A flört szó eredete angol. Nem fárasztó a folytonos utazás? Neha. Egy üres szállodai szobában nem nagy szám hazamenni. Hát nem. Der Taxi ist hier. Köszönöm. Der Taxi ist hier. Ezt majd a nyelvtannáci kielemzik, mert sajnos úgy tűnik Krisztinek mennie kell. Lehetek az idegenvezető? Nagyon kedves, de a partnerem holnap jön. Van partnerem? Engaged. El vagy egyezve? Igen. Hát nem megkérdezte Ákos már az elején, hogy egyedül élsz-e? Hogy volt messzed? Szemét külföldi, felejtsd ezt a nyelvet és húz vissza a sztyeppédre, te texasi rednek. Kurva anyáddal! Takarodj haza! Rohadj meg, hát így nem lesz megcsalás a történetben. Gyere be, ülj le. Ezt neked hoztam. Nincs születésnapom. Ennél sokkal többre van szükségem. A szeretetet nem lehet ajándékokkal megvásárolni. Látom, kezdesz felnőni. Már elég régen rákényszerítettél, hogy felnőttként éljek. Imi mégiscsak egy gyerek. Arra célzol, hogy bántottalak? Nehéz gyerek voltál. Jó, hát néha lekevertem egy-két pofon, de attól még nem dől össze a világ. Csak a hasznodra vált. Folytatjuk a Fajankó Imre drámáját, aki szembesíti a fizikai bántalmazás és alkoholfüggő apját, Lajost, a múltbéli korbácsolásaival. Ezt nevezette egy-két pofonnak, ami a hasznomra válik? Hogyha el akarom felejteni, hogy hogy bántál velem ezek a sebek, akkor is emlékeztetni fognak rá. Ide nézz, Imruskám, milyen gyönyörű darátust vettem. Klassz. Ó, csingos, egy vadállat vagyok. Az állattal nem bánik így az ember, nem vagy a saját fiával. Mekkora állat az ember, ha iszik. És akkor most mi lesz? Az lesz, hogy Lajos megígéri, hogy aláírja az örökbefogadási kérelmet, hogy Imrével a pornófüggő Laci és a szintúgy alkoholista Éva rendelkezzen. Olyan jó szülők, hogy a fiúk Csaba haza sem megy hozzájuk, amióta kitette a lábát otthonról. Talán még találkozunk. Nem hiszem. Na mindegy, Imrének volt kitől tanulnia a hazudozást, ugyanis a gyámügyi papír kiállítása napján az apja érdekes módon elvesztette minden iratát. Mekkora balfék vagy, öregem? Hogy mi? Nem tudnál adni egy kis pénzt? Mivel egy fityinge sincs, a legészszerűbb, ha hozzájuk költözik, amíg az új útlevél elkészül. Úgy érted, hogy én hazudtam volna? Hazudni sose szoktam. Ütni igen. Ítélj majd a cselekedeteimből. Egyre több időt tölt együtt a Balassa család. Most éppen buszoznak, hogy leszállítsanak egy csomagot. És akkor most mi lesz? Az lesz, hogy két statiszta tínédzser zavar bele az összképbe, akik a következő megállónál egyszerűen kizsebelik Imrét. Egy megálló elég volt nekik, hogy alapos tanulmányozás után kiválasszák a legéletképtelenebb lúzert a tömegben. Nem tudsz figyelni? Valaki eldobta a tárcámat. Tolvaj! Fogják meg! Imre annyira szégyellős, hogy rá sem néz a csajra, inkább az operatőrön tartja a szemét. Szóval, ja. Nem vagyok tolvaj! Mit képzelsz magadról? Imrének gyors lehet a cipője, ha a két pont közötti egyenes távolságot ignorálva rövidítést keres a pályán, hogy szembe kerülhessen a támadójával. Próbálja a legnagyobb szöget lezárni nyílt területen a tolvaj elől, ami annyira kínosan néz ki, hogy kővé dermeszti bele. Ilyen értelmetlen mozdulatot még nem látott életében, így Lajos függőségét kielégíti azzal, hogy szarrá vereti magát. Hol a tárca? Hol a tárca? Visszaadta! Hallod, visszaadta! Lajos ma szerencsére megkapta az adagját, de vajon meddig elég neki ez a kis gyepálás? Imre visszafogta, pedig jó mócsingosra szereti verni a húst. Hamarosan új áldozat után kell néznie, hogy kielégítse a furcsa hóbortjából fakadó űrt. Elvonási tüneteit korbácsa markolatának szorongatása szokta enyhíteni. És akkor most mi lesz? Az lesz, hogy fel kell áldoznod a hátad az emberiség érdekében. Muszáj ott védekeznem. Ő kezdte az egészet, láttad, nem? Hiába állsz oda, hogy kérem szépen, ezek elvetemültek. Ítélj majd a cselekedeteimből. Hol a tárca? Hol a tárca? Hol a tárca? Nem vagyok tolvaj! Mit képzelsz magadról?
ott kezdődik, hogy Zsoltnak kidobta a gép a legéletszerűtlenebb, legvalószínűtlenebb és legagyatekertebb ármánykodását, méghozzá sikeresen. Fogd már fel, hogy Csurgó megint itthon van és vadul turbékolnak Mónikával! Csurgót el akarja távolítani, ezért kiforral egy tervet, miután az áldozat a kezébe vette Géza motoros boltjának szóróanyagát. Régen nekem is volt macim, még sul is voltam otthon. Kiderül, hogy nagy motoros, még kipuffogó nélkül is verette. Még kipuffogó nélküli korszakom is volt. Állat. A motor nem egyszerűen egy járkány. Az ember egyéniségének a meghosszabbítása. Ilyen szépen azt, hogy feláll rá, még soha, soha nem hallottam. Tehát Zsolt megkéri az egyik motoros haverját, hogy Géza olcsón jusson hozzá bizományba a motorjához. A motoros az eredeti dokumentumokat kicseréli hamisra az átvétel után. Mi értelme van kicserélni az eredeti papírjait, kérdeznéd? Talán bajba akarja sodorni Gézát. Ezt a Géza gyereket nem nagyon bánta, nem tehető róla, hogy ilyen. Dehogy! Mert Csurgó oda megy és annyira tenyérbe mászó, hogy leellenőrzi a motor alvás számát. Finom konstrukció. Értek a motorhoz, mindegy, hogy négy kerék vagy kettő. Úgy értem, a gép annyira jó, hogy szinte már gyanúsan olcsó. Megmutatod a papírjait? Mi van? Ez a barátnő tesója. Mi ez a bizonytalanság? Pláne, hogy azért mentél oda, hogy elnézést kérj a múltkori bunkóságodért. Legjobb lenne, hogyha fognád a batyudat, fölpattannál a motorodra és elhúznál innen messze. Persze az alvásszám nem stimmel, amit azonnal elárul a barátnőjének, amint totál összevesznek. Honni, te tényleg nem érted? Ez egy rendőrségi ügy. Te fel akarod jelenteni Gézát? Ez alatt Zsolt operába ment Klaudiával. Rábuksz vagy mi lesz? Gyerünk, ez magától nem szopódik le, mama! Úristen! Másnapra Mónikához hasonlóan szintén egyedülálló lett. Ezek szétszedik a Pistát. Én meg ide várom Klaudiát szakítani. Ügyes vagyok. Közönséges proli. Csak az ágyban kellettem. Eddig. Bózalmas, ugye, hogy ezt pont neked mondom el? Nem, jó, hogy nekem mondod el. Pedig én igyekeztem művelődni, hogy megfeleljek. Hol találtatok parkolót? Átmentem Rokkantba. Van egy vinyettám. Bírtatok követni? Arról van szó, hogy Zsoltnak meghosszabbodott az egyénisége Mónikára, ezért okirathamisításba keveri Gézát, hogy Csurgó valószínűtlen viselkedése szakítást generáljon. Fú, szóval ja, Zsolt ezért pénzt fizetett. Gézának több esélye lett volna a kaszinóval, mint a sikeressége ennek a tervnek. A rulettnél például, hogyha ügyesnek meg a téteket, akkor egyszerűen törvényszerű, hogy nyer. Persze azért, mert amit már mondtam, minden karakter úgy cselekszik, ahogy az idióta történetszám megköveteli. Nem függ attól, milyen a karakter egyénisége. Na persze, még nincs vége a történetnek, mert Zsolt visszacseréli a forgalmit, amit ő páran még csatlakoznak Csurgó gyalázásába. De ezt majd legközelebb, addig hagyok időt feldolgozni, és később kielemezzük. Az a helyzet, hogy pletykál valamit rólad. Kitetoválom a pofáját. Ahogy bezárom a boltot, felmosorongyot csinálok belőle.